Stof lunch. To má Várad, az utazást. Igen. Várad? Hogy menjünk? Albániába tengerpartra? Igen. Most 20 óra 47 perc van. Várjuk Tamásékat, és utána nekivágunk a 16 órás utazásnak. Jó lesz. Hogy vagy, Tomasz? Szóval. Álmos? Nem. 28 órája nem aludtunk, 58-60. 3 óra 47 perc. Magyar idő szerint ez 2 óra 47 perc. Egy órával előrébb vagyunk. Itt vagyunk valahol Szerbiába. Előtte este 3 órát aludtunk. Előtte este 3 órát aludtunk, és ja, úton vagyunk. Köszi! Itt vagyunk Görögországban az autópálya mentén, és nem volt nálunk az előző kapunál apró pénz, és most meg kellett álljunk, hogy kifizessük ezt a kis tartozást. Hamarosan meg fogunk állni egy kávéra, illetve reggelire, mert már fáradtak vagyunk, de nagyon szép a kilátás, ezt láthatok, benézd. Vagyunk Albániában, megérkeztünk. Most jöttünk át éppen a határon, amit úgy kell elképzelni, hogy egy nagyon picike kis határ, és átnézik az autót, megnézik, hogy mit viszel, mit hozol. Most megálltunk egy gyors pisire, és megyünk egyenesen a szálláshelyre. Oliver, hogy érzed magad? Jól. Itt Albánhonban, jól? Jól. Mi a helyzeted ott? Hogy érzed magad Albániában, jól? Tessék, odaadom ezt. Itt jön a fő Albán, doktor Albán. Hova megyünk most? Elmegyünk, hogy doktor Albán. Nem arról volt szó, hogy megnézzük a partot, a nyugati partot. Úgy nézzük, mint a Men in Blackből az ajzé. De ez amúgy női szemüveg. Na én igazából csak azt tudom elmondani, hogy 300 ezer meg a vízből szedik az oxigén. 30 ezer vagy... Jó, később jövünk. Nem tudom. Tűz a nap. Hát megérkeztünk, itt vagyunk a szálláshelyünkön. Mindjárt benézzünk, megnézzük a szobát, hogy is néz ez ki. A lényeg az, hogy nem mindannyian egy nagy szobában vagyunk, hanem kaptunk egy-egy szobát, külön vagyunk szóval, úgyhogy nem zavarjuk nagyon egymást. De majd mindjárt megyünk és megnézzük a szobákat. Azt lehet nem hoztuk. Az otthon felejtett, de pedig itt hagyta az éve. De most komolyan? Ott bent van nálunk a szobában, most ahogy ideértünk, akkor vettük észre. Apa! De most szoksz van? Nem alatta, ne? Nincs. Vissza szerelmék menni. Akkor öltözködjél fel, Petikém, mert semmi nincsen, úgyhogy vásárolva. Apa! Vissza szerelmék menni! Ne szopassad már! Ez miben volt? Az a barna bőrönbe. Akkor itt van. Ez a barna bőrönbe. Ez a kapcsolat? Igen. Ez a mállásszomás szindróma, ez végig kíséri az életünket. Hát ez ilyen, ez mikor az ember utazik. Jó. Menj, Oliver. Ez lesz itt a mi szobánk. Szóval gyors room tour. Fürdőszoba. Előke. Konyha. Főzőlap. Hálószoba. Galéria. Kész. Ennyi. Ez egy galéria. Tökéletes. Magyarország óta nem ettünk főtételt, úgyhogy most ez az első, illetve a második dolgunk, hogy kajáljunk valamit, úgyhogy megtaláltuk. Itt vagyunk most a tengernek a partján, és
találtunk egy szimpatikus éttermet, és most kiválasztottuk, illetve mindjárt ki fogjuk választani, hogy mit fogunk enni. Mondjuk én már személy szerint kiválasztottam, hogy alig várom már, hogy megkapjuk és bezúzhassam idebe. Megjött a főtt kajám, a főtt polipom, illetve grillezett polipom. Most hát elég húzós volt a mai napunk. Szerintem mindannyian elfáradtunk. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok lányok, de én nagyon elfáradtam. Voltunk kint a tengerpartján is, és voltunk bent a városba is. Kicsit kavarogtunk, szétnéztünk, ismerkedtünk itt a tájegységgel. Mondod a nézőknek, hogy sziasztok! Papa, megyünk pancsizni. Papa. Papa, pancsi time. Sziasztok. Vannak a birkák. Birkák? Álljanak a birkák! Hogy a bárányok nem hallgatnak. Ez a juhász, látod? Nagyon bizony. Szevasztok, Boris, mentek haza? Csáááá!